Itt állunk Óbudán, a Bécsi úti volt Budai Nagy Antal laktanya területén. 2001-ben született a döntés az Óbudai önkormányzatban, hogy eladják ezt a területet. Két pályázó közül az Opus Via Kft. Lett a nyertes. Az ingatlan beruházás során az Opus Via Kft. Létrehozta az óbudai lakókertet 2003 és 2004 során. Közvetlenül az ezt követő években az óbudai politikai elit itt lelt otthonra, itt szerzett magának ingatlant. Többek között Tarlós István, Óbuda akkori polgármestere, jelenlegi főpolgármester, és itt birtokol ingatlant. Dézsiné Német Éva, önkormányzati képviselő a Fidesztől, aki több éve önkormányzati képviselő, szintén ezen a lakópark területén lakik. Puskás Péter alpolgármester szintén ezen a környéken lakik. De nem csupán fideszesek laknak itt, hanem Simonka Csaba, az MSZP képviselője az óbudai testületben, szintén ezen a környéken éli mindennapjait. Nem csupán a helyi politikai elitnek otthont adó óbudai lakókert beruházásban érdekelt az Opus Via Kft., hanem más környékbeli épületberuházásokban is ugyanúgy aktív szerepet vállaltak. Az Opus Via Kft. Potyi Péter érdekeltségébe tartozik, aki nem csupán a helyi elittel ápol jó kapcsolatot, hanem az országos elittel is. Mészáros Lőrinccel írt alá együttműködési szerződést Búzs Balázs irodájában, Potyi, mint a helyi sportegyesület elnöke. Az óbudai lakókert beruházásban részt vett az Óbuda Újlak ZRT, amely mérnök tanácsadói feladatokat lát el. Ennek a cégnek volt felügyelőbizottsági elnöke 2007 és 2010 között Tarlós István, akkori óbudai polgármester. Feladatai ellátásaiért havi 200 000 forintot kapott.